Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás április 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Itt ezen a képen láthatóak a botok, ami utal a tűz elemére. A tűz eleme mindig aktív. Látható is a képen, hogy kezébe van egy bot, ami kivirágzik, és ő tervez valamit. Viszont láthatóak a többi botok is, és ezek jelenthetnek külső befolyásokat, nehézségeket, ő odafigyel erre, és óvatos. Erre utal a háta mögött látható ajtó is. Vannak emberek, akiknél kinyitja ezt az ajtót, és keresi a kapcsolatot, mert segítenek neki, viszont ő átlátott a dolgokon, és bizonyos személyeknél becsukódik ez az ajtó. Ami számunkra érdekes, hogy ő nagyon óvatos. Nem csak a mellette lévő botok utalnak ezekre a kihívásokra, hanem a 9-es szám is, mert ez mutatja a korlátozásokat. Ezen át kell tennie magát, vagy előfordulhat az is, hogy most jobb lenne várni, amíg a megfelelő pillanat elérkezik ahhoz, hogy aktív legyen irányodba. Most megtekintjük a második kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ezen a képen láthatunk egy szerelmes párt, és ehhez a kártyához nem kell túl sokat hozzáfőzni, ez a férfi szeret téged. És most megtekintjük a harmadik kártyát, ami arra utal, hogy mit közöl veled. A 9-es szám ott fent utalt még korlátozásokra. Lehet, hogy neki még időre van szüksége ahhoz, hogy áttegye magát ezeken a nehézségeken. És itt a harmadik kártyánál látható a jövő, amit ő tervez, mert a 10-es szám utal egy új kezdetre. A kelyhek utalnak az érzelmekre, arra, hogy ő szeret téged. Ez lehet egy család alapítás is, mint ahogy a képen ez látható, de ez a kisbaba utal egy új kezdetre is, mert van ez a szimbolikus jelentés. És most megtekintjük a napi energiát. A napi kártya arra utal, hogy te állsz itt a középpontban, mert ő csodál téged. Azt is jelentheti, hogy te irányítod most az eseményeket. És én is irányítom. Most lenne az asztrológia, de azt külön felvételen fogom csinálni, de nem tudom, hogy a mai napon elkészül-e vagy sem. Tegnap virágokat ültettem a teraszon, és a szél a szemembe fújta a földet, és be van gyulladva a szemem, alig látok, így nem tudom megígérni, hogy a mai napon ez elkészül-e vagy sem. Ehhez hozzátenném azt is, hogy valószínűleg holnap tudom csak megválaszolni az e-maileket, tehát kérem a megértést, köszönöm szépen. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák.